és minden nélkül. Ez a csend, ez már a gyásznak a jel, amely az Úr Jézus halála fölött érzünk. Egész holnapig a feltámadásig, az ő halálára, szenvedésére gondolunk, aki azt tanította velünk, hogy legnagyobb szeretet abban van, aki az életét is odaadja másokért. És ez nem csak tanította, hanem nagy pénteken be is mutatta a keresztván. Az utána, liturgia után, aki még tud maradni egy kis imádságra, egy kis nagypénteki imádságra, ne felejtsük el, hogy holnap már a feltámadást ünnepeljük, egy órával később kezdődik a nagyszombati liturgia, tehát este 7 órakor. Egy beszél az az egész testvérek, nem csak a körmenetre jönünk, hanem kifejező nagyon ez a nagy szombati szertartás. Először is a húsvéti tűz, húsvéti gyertya, ami az Úr Jézus jelképezi, annak a megáldása, aztán a Krisztus világosságának fényének ünneplése, majd a húsvéti örömének, és aztán a dicsőséggel az ünnepi szentmise, melynek végén a körmenet lesz. A körmenet az a ráadás, a feltámadásra, igyekezünk minél többen jelenni. Az a szép testvérek, ami most is volt, hogy majdnem mindannyian áldoztunk. Ez a lényeg, ez a szép. Bár egyszerű ez a nagypénteki szertartás, de nagyon kifejező. Mégis kifejezi az egyháznak a komolyságát, a Krisztus iránti szeretetét, és hát kifejezi a gyászunkat is az Úr Jézus iránt. Most az utolsó könyörgéssel befejezzük, és aki maradt, az a legkicsit még imádkozunk. Könyörögjünk, mennyei atyánk, szent fiat halálával te népe, saját feltámadásának reményében ünnepelte. Kérünk, áradjon népedre bőséget.